Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és megkérek mindenkit, hogy aki rendszeresen hallgatja a csatornánkat, iratkozzon fel, illetve felhívom a figyelmet arra is, hogy október 25-én Hossó Andrea, Bernek Ágnes és Rabirén részvételével egy kerekasztal beszélgetésre fog sor kerülni Budapesten. Erről minden információt itt a videó alatt fognak megtalálni. Nagy tisztelettel köszöntöm Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást! A műsor első felében szeretnék kérdezni azzal a könyvvel kapcsolatban, ami frissen jelent meg, Világpolitika, ahogy én látom, ez a címe, és utána pedig egy-két aktualitásra szeretném kérni, hogy véleményezze és kommentálja Ukrajnával és Izraellel kapcsolatban is. Na most ez a könyvnek az első fejezetének az a címe, hogy a világ tegnap és ma. Mi itt a tegnap? Meddig megyünk vissza, amikor a tegnapról beszél? Ez egy szörnyű, nehéz dolog, mert én jöttem ma reggel ide önökhöz. Én fölkeltem azért, hogy 17:30-tól végignézem, hogy mi történt éjjel. Tehát nem lehet úgy eljönni itt, hogy bejöttem, önök mondták, hogy Zelenszkijféle béketerv, Izrael új helyzete, ha valaki 10 órát kihagy, elmarad. Tehát én azt mondom, valaki naponta nem tanul tovább, vége van. Én látom a magyar biztonságpolitikában, hogy ki az a néhány ember, aki tényleg jó, aki napra kész. És tökéletesen látom, hogy kik azok, akik hónapok vagy évek óta esetleg nem nagyon figyelnek az eseményekre, nagyon jók voltak. Számomra tegnap és ma a második világháborúval kezdődik. De ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én úgy írtam meg egy könyvet, hogy minden egyes kérdésre, amit fontosnak tartok, Németország, Kína, lehet folytatni, orosz-ukrán háború, írtam egy fejezetet. Nyilván ezek nem napra készek, hanem amikor le kellett adnom a könyvet, ott zárulnak. Én nem akartam jóslatokba belemenni, egész életemben jósoltam. Kétszer nagyon mellé nyúltam. 79-ben Komeini hazatérésénél tévedtem. Nekem meggyőződésem volt, hogy a sakk nem engedi, hogy a gép leszálljon. Teheránba tévedtem. A másik pedig 2 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött a februárban az orosz-ukrán háború, itt volt előtte a magyar honvédelmi miniszter vendégeként az ukrán védelmi miniszter, és elmondta, hogy nem lesz háború. És én elkezdtem számolni, hogy nem lehet háború, mert értelmetlen, és lett háború. Tehát én úgy adtam le egy könyvet, hogy leírtam azt, hogy én látom a világot. Ez egy szubjektív látásmód, de én így látom. És mindig kérdeznek tőlem rengeteg dolgot. És én mindig azt mondom, amit gondolok. Ennek rengeteg az előnye. Az előnye az, hogyha 2 év múlva meghívnak, nem kell elnézést szembeköpni magam, hogy hülyeségeket mondtam, és soha nem azt mondom, ami az elvárás. Nagyon sok. Most voltam egy héten keresztül Erdélyben, ahol rengeteg olyan kérdést kaptam, amire ők más választ vártak. De én azt mondom, amit gondolok, és amit hiszek. Ezt próbáltam a könyvbe is leírni. Ugye úgy tűnik egyébként, ha az ember ezzel a témával foglalkozik, illetve akár biztonságpolitikai szakértőkkel beszél, hogy mintha 2 féle iskola lenne itt. Az egyik az, aki minden aktualitásra, apróságra, hírre figyel, és megpróbálja ezek alapján akár értelmezni, vagy magát ezeket a híreket értelmezni, és van egy másik, aki pedig ilyen nagyobb elvek alapján gondolkodik, és azt mondja, hogy igazából minden ilyen pici dolog, hír, nüansznyi esemény beilleszthető igazából a nagy folyamatokba, és nem kell biztosan minden ilyen aprósággal tisztában lenni ahhoz, hogy valaki a helyzetet tudja értékelni. Ön hova tartozik? Illetve lehet, hogy van harmadik iskola is. Én a kettőt együtt értékelem. Nem lehet azt mondani, hogy valamelyik hír nem fontos. Hát körülbelül 1 héttel ezelőtt megjelent, hogy Albániában létrehoznak egy olyan muszlim államot, mint amilyen a Vatikán. Néztem, utána néztem, kiderült, hogy egy szekta átjött Törökországból ide, 100-valahány évvel ezelőtt, semmiféle sőjük nincs, ez a hír kijött, 24 órán keresztül a világ sajtó tele volt vele. 24 óra után senki nem beszél róla. De tudni kell, hogy ez a hír azért nem hír, mert nincs meg az objektív alapja, mert Albánia mai világi állam, mert Enver Hoxha uralma ezt és ezt hozta, stb. Én imádom a kis híreket, de imádom a nagy összefüggéseket. Pont. Tegnap és ma még egy picit itt leragadnék, mert csak azért, mert ahhoz, hogy megértsük azt, és ahhoz, hogy Nógrádi György megértse azt, hogy mi történik ma, akár itt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, Izraellel kapcsolatban, Albániával kapcsolatban, ahhoz azért kell a tegnapról egy tudás. Tehát kell egy tudás ahhoz, hogy mi történt régen, mert ugye egy bibliai mondás is, meg szokták ezt használni is, hogy nincs új a nap alatt. Tehát azok a dolgok, amiket mi most látunk, és akár rácsodálkozunk, azért azok már voltak valamilyen más formában.
Önnek tökéletesen igaza van. Amikor én fiatal kölyök voltam, 72-ben végeztem a közgázt, az volt az első diplomám, akkor nekem nagyon érdekes volt, hogy én úgy éreztem, hogy nagyon jól tudom a 60-as éveket, hát abban voltam fiatal tínédzser. De nem tudtam a 30-as éveket, a 40-es éveket már igen, mert a világháborúból készültem. De akkor egy öreg ember a 30-as éveket sokkal jobban tudta, mint én. Ha ma leülök egy 20-30 éves szakértővel, a 60-as, 70-es éveket én tudom sokkal jobban, mert átéltem. Tehát nagyon-nagyon érdekes, és így írtam a könyveimet. Megírtam Merkel életét. Úgy jönnek oda hozzám venni a könyvet, hogy nem szeretem Merkelt, de megveszem. Megírtam Kennedy életét, és minden ilyen könyvírásnál rengeteget tanulok. Kennedynél megdöbbentett az intelligenciája, hogy minden nő beleszeret, de az is, hogy a stratégiát én úgy érzem, hiányolni kellett. Most feltettük a rádióba a kérdést, hogy ki miről írjam a következő könyvem, és bejött a válasz, hogy Atatürk. Oké, de hát Atatürk Magyarországon azért döntően ismeretlen. Írja meg a koreai kérdést. Megírom, de Csoma Mózes megírta, és ő volt kint a nagykövet. Bejött Tito. Hát én 40 járónál szállodát vezettem Jugoszláviába, hogy imádom az Adriát, a tengerpartot, a kajákat, mindent, de úgy éreztem, hogy a Tito egy megosztó személyiség ma is, és elmentem fürödni. Eszembe jutott, hogy én megírom Churchillt, és hónapok óta Churchillt írom, és minél jobban belemegyek, annál jobb a kérdőjel az én számomra, annál több. Hihetetlen érdekesek Churchill pálfordulásai, és meg kellett értenem, hogy mikor, miért, hogy váltott ez a tegnap és ma. És most a Churchill könyvből 40-valahány Churchill könyvet vettem magam elé, 4 van hátra, tehát pár héten belül befejezem. És most elkezdtem gondolkodni, miről írjam a következőt. És eszembe jutott, hogy ami érdekes, és Magyarországon nagyon nem szeretik, von der Leyen. És megpróbálom megírni az életét objektíven, nem akarok szubjektíven hozzáállni. Milyen ügyei voltak? Papája az egyik leghíresebb német tartományi miniszterelnök volt, Kohl ellenfele. Tehát szeretném jól feldolgozni, ha meg tudom írni. Tegnap és ma. Hát gyakorlatilag megnézem, hogy tegnap 1945-tel, hogy indul a világháború után. Mit jelent az amerikai atommonopólium, a hidrogénmonopólium, a szovjet interkontinentális rakéta? Mit jelent a német kérdés véghezvitele? Az utóbbi időben annyi kérdést kapok Németországról, mint évekkel ezelőtt soha. Nagyon érdekes. Mit jelent ma a Közel-Kelet? Nagyon. Én élvezem ezt, tehát pont. De ha Churchill, akkor hadd kérdezzem meg azt, hogy ön szerint Churchillt a kortársai tudják jobban megismerni, mert említette itt azt, hogy bizonyos évekkel kapcsolatban ön jobban tisztában volt, mint adott esetben más, mert átélte őket, vagy utólag lehet azért ezeket a dolgokat jobban megismerni? Hát a kettő együtt összefügg, megint önnek van igaza. Hát a kérdés az, hogy mikor jutok azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek a valóságot tükrözik. Churchillnek volt 4 vagy 5 titkos beszéde, nekem otthon megvan. Én ezt a könyvbe földolgozom. Mi volt a célja? Mit akar elérni a francia kapitulációkor? Mit akar elérni, mikor Szingapur elvész? Elnézést, a magyar közönség nem tudja, de hát Szingapur a világ egyik legfontosabb brit bástyája volt. Védi egy rendkívül nagy létszámú brit hadsereg. Ugye tudjuk, hogy a támadáshoz 3-szoros túlerő kell. A britek a védelemben 3-szoros túlerőben a japánokkal szemben, és a japánok órák alatt beveszik Szingapurt. Hogyan lehetséges-e? Szóval nagyon sok minden fölmerül. Churchill óriási váltásai vannak életébe. Miért csinálja? Én ezekre keresem a válaszokat. Ő nem szubjektív, ő tökéletesen tudja, hogy mit, mikor akar. Miért akarja egy életen át a balkáni partra szállás? Miért hiszi azt, hogyha elfoglalja a Ljubljana a Bécs vonalat, a szovjet csapatok nem jutnak el Németországba? Nekem hihetetlen érdekes volt, és újra elmondom, minden ilyen könyvírásakor rengeteget tanulok. Az az embernek az érzése, 2,5 éve elemezzük végül is ezt a háborút, ami zajlik a szomszédunkban, hogy az, hogy ez pontosan miért, hogyan tört ki, és nyilván mit lesznek ennek a következményei, azt majd az utókor fogja igazán tudni felfedni, mert nagyon sok olyan része van ennek az egész történetnek, ami most homályban van, egy ilyen fedésben, és a valóságnak csak egy szeletét látjuk. De egy mondat, önnek van igaza. Hát most egy napja adták ki a Zelenszkijféle győzelmi tervet. A legfontosabb pontjai titkosak. Persze, hogy ki fog derülni, de most titkosak. Háború. Hogy kezdődik ez a háború? Elnézést, egy mondatban csak. Van egy koszovói válság. Nem térek rá, én imádom a jugoszláv történelmet, ott voltam 40 nyáron át, tehát viszonylag jól is ismerem. Itt
gyakorlatilag a szerbeket leradírozzák és kikiáltják Koszovó függetlenségét. Egyszer lehetne erről egy vitát csinálni, hogy ez mit jelent a térségre és mit jelent Európára. Mit mond az orosz vezetés, hogy ebből tanulunk? Ugyanezt megcsinálják 2014-ben a Krimmel. És elkezdődik az orosz-ukrán háború, hogy kezdődik el, hogy Bielorusz felé jönnek Kijev felé 100 kilométer, és az orosz hadosztályok, páncélos hadosztályok nem tudják megtenni az utat, és Kijevbe legyilkolják az ott lévő orosz kommandósokat, hivatalosan az ukránok, a valóságban a ukránok, plusz egy nyugati nagyhatalom különleges egysége. Mindmáig senki nem hozta a nyilvánosságra, hogy még mindenki tudja, hogy melyik ez a nyugati nagyhatalom. Tehát önnek van igaza, a háború kitörése, amely 2 évvel ezelőtt februárban volt, még mindig rengeteg elvileg a kérdőjel. Miért törtek ki háborúk most? Tehát és akkor ugye beszéltünk egy picit a tegnapról, beszélünk a máról. Igen. Miért beszélünk ma háborúkról? Miért beszélünk 2 éve háborúkról? Miért látjuk azt, hogy ez a háború nagyon nehezen akar befejeződni, és még nem is látjuk, hogy mikor és hogyan fog befejeződni, és mellé becsatlakozik a Közel-Kelet, ahol egyébként nem szokatlan a háború, de az, hogy ilyen hosszan folytatnak háborút Izrael szempontjából mégiscsak szokatlan. Több mint egy éve folyik a október 7-én tavaly kitört háború. Szörnyű nehéz. Én azt mondanám, de ez sem általános igazság. Van kivétel, hogy ma a háborúk gazdasági érdekek miatt törnek ki. Sokkal kevésbé elvekért. Ez nagyon érdekes. Orosz-ukrán háború. Rengeteg dolog van. Miért nincs béke? Mert teljesen mások a koncepciók. Mert mind a két fél vakon hisz a saját győzelmébe, ami történelmi tévedés. Az ukránoknak esélyük sincs a győzelemre. A Zelenszkij-féle béketerv, elnézést, én nem vagyok politikus, én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, az egy ostobaság. Mi a lényege? Hogy azonnal vegyék fel Ukrajnát a NATO-ba. Erre a Fico mondta azt, hogy oké, de ez a harmadik világháború. A hidegháború korában volt egy közmondás Sterbenführ, Hamburg, Sterbenführ, Chicago, meghalnál-e Hamburgért, meghalnál-e Chicagoért. A válasz az volt, hogy Chicagoért igen, Hamburgért nem. A mai közmondás az, hogy meghalnál-e Ukrajnáért, nem. Az elmúlt 24-48 órában egyre több nyugati politikus mondta ki, hogy a Zelenszkij-féle béketerv végrehajtatatlan. Ma reggel a német tévében, én minden reggel 5.30-tól a német tévét nézem, egy Massala nevű egyetemi tanára a Bundeswehr Müncheni Egyetemről, nagyon sokat szerepeltem vele régebben, azt mondta, hogy ami itt le van írva, az a napi ukrán propaganda igaza volt. Az, hogy ma fölvenni Ukrajnát, ez életveszély. Mit kér Ukrajna? Semmi különöset. Nyersanyagait átadja az USA-nak és Európai Uniónak, ettől kezdve kérdezem, hol az ukrán nemzet érdek, kérje a legmodernebb nyugati fegyvereket, hogy csapás mérjen Oroszországra, ezt úgy hívják, hogy harmadik világháború, és azt kérje, hogy minden nyugati fegyver kapjon meg, kivéve az atomütőerőt. Egyszerűen ostobaság, amit mond. Én nem tudom föltételezni, hogy Ukrajnában nincs egy olyan elit, amelyik azt mondaná az államfőnök, hogy édes, drága államfőm, amit te mondasz, az propaganda, az nem politika. Most egyébként volt egy nagyobb tüntetés Kijevben, ugye benne volt a hírekben. Egyébként ez is szokatlan, mert nem nagyon lehetett még erről hallani. Nem tudom, hogy mi fog itt ennek kapcsán elindulni, de a harmadik világháborúra visszatérek egy pillanatra, mert ugye Trump is megemlítette ezt az elmúlt napokban, hogyha nem ő lesz az elnök. És hát ugye ott van az embernek a fejében a kis hangja, hogy ezt most egy politikus mondja, mert minden áron győzni akar, és el akarja hitetni a választókkal, hogy vagy ő, vagy itt aztán apokalipszis lesz utána. Persze. Vagy azért van ennek valóság alapja? Mindennek van valóság alapja. A kérdés az, hogy mekkora. Én nem tudom, ez ön műsorában mondtam-e, de volt egy német kancellár, Konrad Adenauer. Ő 49-63 közt volt német kancellár. Neki volt egy mondat, azt mondta, hogy soha ne hidd el, amit a férje a feleségének mond, kösz. Soha ne hidd el, amit a vadászat után mesél, és soha ne hidd el, amit egy politikus a választási harcban mond. Miért mondja Trump? Mert le akarja győzni Kamala Harris-t. A Kamala Harrisnek most néhány órával ezelőtt volt egy nyilatkozata a Fox News-nak, tehát egy republikánus csatornának, ahol a következőt mondta egy, hogy Trump alkalmatlan, ez természetes, Trump ugye ezt mondja rá. De azt mondta, hogy a demokrata párt új korosztályát testesíti meg, új generáció. Ő nem akarja folytatni a Bideni politikát, ezt most mondta ki először. Soha ilyet korábban nem mondott.
Trump mit mond, hogyha nem lesz harmadik világháború. Oké, választási harc van. De egy rendkívül kielezett amerikai választási harc van, ahol újra elmondom. Az amerikai polgárok a fölmérés szerint 1%-át érdekli az orosz ukrán háború, a többit nem. 2%-át érdekli a közel-kelet, a többit nem. Mi érdekli az amerikaiakat? Az életszínvonal, az egészségügy, az oktatás, a pénzügyi helyzet, a déli határvédelme, és nem a világ. Vissza fogunk még térni ezekre a témákra, de visszatérnék a könyvéhez, okay. Ugyanis itt van egy fejezet, ami a migrációról szól, igen. Migráció a 21. században, és ugye ez a világpolitika, ahogy én látom, ez a cím ennek a könyvnek, hogyan látja a migrációnak a helyzetét biztonságpolitikai szempontból? A következő az alap. Pontokat mondok, mert ez egy hosszú dolog. Egy. 100 éven át, 1848-tól 1945-ig Európából többen vándoroltak ki, mint be. Kettő. 1940 után 10-valány millió németet kiutasítanak Közép-Kelet-Európából, visszatérnek német NSZK-ba döntően, integrálódnak. Ez sikeres. Kettő. Egyesül az NDK és az NSZK, az egyesülés úgy néz ki, hogy az 5 kelet-német tartomány egyesével belép az NSZK-ba. Hát ez mindmáig nem teljesen sikeres. Három. Van 2015 migrációs hullám, ezt Európa nem tudta feldolgozni. Utolsó pont. Az elmúlt napokban egyre több politikus kimondta, hogy a migráció nem megoldás. Olaszok küldik a migránsokat Albániába, a britek próbálták Ruandába küldeni, nem ment, a franciák zárják a határokat, Németország összes határát lezárta, a nagyon sok politikus Európába bejelentett, hogy elege van a migrációból. Hát számomra rendkívül érdekes volt, hogy egy nappal ezelőtt a norvégok közé tették, hogy mostantól a rendőr fegyvert visel, és elegük van a migrációból. A három legtöbb migráns a következő országokból jön. Én így ültem, első Ukrajna. Második Lengyelország, harmadik Litvánia. Ezek fehér keresztény migránsok. Ez nem a Fekete Afrika, Afrika. 1960-ig a helyzet adott, egy család, 10 gyerek, 2 éri meg a felnőtt kort, átlagosan többi elpusztul. Ekkor bejönnek azok az egészségügyi reformok, hogy a lakosság döntő része túlél. Ettől kezdve Afrika ezt az embertömeget nem tudja eltartani. Ettől kezdve embertömegek indulnak meg Európa felé. Nem tud más felé menni, Amerika messze van. Nem tudja átúszni az óceánt. Szaúd-Arábia vár a migránsokat, de azok nem hajlandók dolgozni. A német hivatalos kormány adatok szerint a bejövő migránsok 50%-kal lesz hajlandó dolgozni 5 év után. Tehát a migráns kérdés nincs megoldva. Mit várt Merkel? Fiatal, tehetséges, nyelvet tudó, legalább szakmunkás, de lehetőleg diplomás fiatal kijön be, fiatal tehetségtelen, nyelvet nem tud, nincs szakmája, nincs diplomája. Hogy hozzák be a migrást? Hogy három dolgot ígérnek neki. Kapsz gyönyörű lakást. Hogy kapna? Nem tudja fenntartani. Kapsz gyönyörű nőt. Erre nem akarok válaszolni, mert a műsorban nem jött le a véleményem, olyan csúnya. És a harmadik, hogy kapsz jó állást. Hogy kapna jó állást, amikor a világon semmihez nem ért? Magyarul a bejövő migránsok jelentős része boldogtalan, és beilleszkedik a szürke vagy fekete gazdaságba. Elnézést, most hozzák létre az első török pártot Németországba. Rendkívül kíváncsiak, hogy mit fog elérni. Tele van vele a nyugati híradó. Mind szép és jó egyébként, hogy most elkezdenek rájönni bizonyos vezetők, hogy a migrációból elég, most akkor szépen lezárjuk a határokat, csinálunk valamit. Tehát azokkal az emberekkel, akik bejöttek, azokat már úgy tűnik, hogy visszavitetni nem lehet. Tehát lehet, van egy, itt lehet, egy adott csak, helyzet. Csak nem demokratikus eszközökkel, pont. Van egy adott helyzet, így amit van. Meg kell oldani, orvosolni kell. Lehet ezt még orvosolni? A válasz az, hogy igen, csak drasztikus lépésekkel. Tehát, ha ön megnézi a híradásokat, Albániába átvisznek néhány ezer migránst, oké. Okay. A bejáratánál ennek a tábornak már tüntetnek, hogy itt ér véget az emberi jog, itt ér véget a szabadság, stb. Egy migránsnak nincs ahhoz joga, hogy kiválaszolja a világ 10 leggazdagabb országába hajlandó élni, mert ott jól meg tud élni adott esetben munkanélkül. Tehát nagyon-nagyon komoly koncepciók ütköznek, emberi jogok kontra nemzeti érdek. Tehát ezekre kellene választ keresni. Egy migráns nem akar Romániába, Bulgáriába vagy Magyarországon élni, mert mi szegények vagyunk neki. Ő ahol akar élni, Németország, Svájc, Ausztria, Benelux, Francia, Skandináv, Nagy-Britannia. Jó napot! Pont! Kinek jó az egyébként, hogy akár német nagyvárosok, akár francia nagyvárosok, Ausztria, Bécs, olyan kulturális harcot vált, amit ugye lehet látni. Ja, Nógrádi György sokat utazik, biztos, hogy látja. Persze. Azt, hogy mi történik körülbelül. Mit szól hozzá?
Hát azt, hogy ezek az országok képtelenek arra, hogy a valós nemzeti érdekeiket képviseljék, és eddig Brüsszel sem ezt támogatta, a von der Leyen most küldött levelet valamennyi tagországnak a migráció kérdéséről. De hát Magyarország volt az egyetlen, amik a migráció kérdésében határozott választ adott. Én 9 nappal előbb bemondtam a tévében, hogy kerítést kell építeni, mint a magyar kormány, nekem is jött néhány akkori mai politikus, hogy mit képzelek. De ez a megoldás. Gyakorlatilag föl kell vetni azt a kérdést, hogy védhetők-e a schengeni külső határok. Ha igen, milyen eszközökkel, ha nem, miért nem. De ezek már a nagy politika kérdései. 9 év telt el 2015-ös migrációs hullám óta. Úgy tűnik, hogy Magyarországnak igaza lett abban, ahogy akkor cselekedett. Ennek ellenére nem megsüvegelik, úgymond, az Európai Unióban, hanem hát gondolom ön is hallotta az elmúlt héten, továbbra is támadják. Persze, hát gyakorlatilag a magyar politika nem állt be az Európai Unió fősodrába. De hát ma már nem áll be a francia, a lengyel. Tessék megnézni a lengyel politikát. A Tusk pont az ellenkezőjét mondja, amit annak idején, amikor Brüsszelbe vezető politikus volt. A lengyel határokat védeni kell. Szlovákok ugyanezt mondják. Ausztria ugyanezt mondja. A kérdés az, hogy Ausztriában most milyen kormány jön létre. Jövőre választások lesznek Németországban. Pont. Milyen stratégiai, biztonságpolitikai kockázatot jelent egyébként a migráció? Jelent-e ilyet? Tehát lehet-e egy nemzeti hadsereget felépíteni? Ugye európai hadseregről beszélnek. Beszélnek arról, hogy Európa világpolitika színpadán hol áll, hogy néz ki, mennyire tudja akár a helyét, tehát hogy előrébb soroltatni magát. Hát jelenleg úgy tűnik, hogy a saját problémáit sem oldja meg. Hát gyakorlatilag ott tartunk, hogy 3 globális játékos van, USA, Kína és lemaradva Oroszország. Európa nem globális játékos. Állandó úgy csinálunk, mint azok lennénk, nem vagyunk. Európai hadsereg. Nem tudták létrehozni. Annak idején az amerikai külügyminiszter Albright azt mondta, hozzák létre az európai hadsereget, de csak az legyen benne, ami a NATO-ban nincs. A NATO-ban gyakorlatilag minden megvan. Miről beszélek? Migráció óriási biztonságpolitikai veszélyt jelent. A merényletektől kezdve. Hát tessék megmondani, hogy ezek a fiatal srácok, akiket ide küldnek, honnan van ennyi pénzük? Mindig az, hogy a törzse összeadott, sírógörzsöt kapunk. A másik az, hogy mindegyik január 1-én született. Harmadik, fölkérésre az okmányaikat mielőtt belépnek az Unióba, eldobják. Olyan mennyiségű okmányt találunk a határaink mentén, ami fölfoghatatlan. Ez egy rendkívül komoly biztonsági rizikó, amit az átlag európai most kezd észrevenni. Nem jut időnk mindenről beszélni, de amiről még szeretnék beszélni itt a könyv kapcsán, az Törökország, ugyanis egy olyan érdekes dolog bontakozik ki Törökországgal kapcsolatban, hogy ha bár NATO tagállam, és a NATO-nak egy igen fontos szövetségese, tehát katonai szinten is egy jelentős NATO tagállamnak számít, közben egyébként Oroszországgal, illetve a keleti blokkal is tartja a kapcsolatot, és a NATO Amerikának a legnagyobb szövetségesével, Izraellel szemben pedig kifejezetten ellenséges. Hogyan látja Törökországnak a helyzetét? Hány órán van a válaszra? Na, először adok egy hülye választ, aztán próbálok értelmest. Akinek van egy kis ideje, a török miniszterelnök írt egy visszaemlékezést. Én ezt mindig elmondom. Csak magyarul jelent meg. A könyv brilliáns. Davutoglu a miniszterelnök, a könyv címe Stratégiai mélység. Vegyék meg! Ez elemzi a török stratégiát orosz, amerikai, európai irányba, a török nemzetek felé. Csodálatos a könyv. Tehát egy hibája van, nem lehet kiolvasni. 3-4 oldalonként az ember leteszi és elkezd gondolkodni. Most az ön kérdésére. Törökország. Szörnyű nehéz a török dilemma. Én pontokat mondok, aztán ha ön óhatja, kérdez. 1. Törökország, Görögország bekerül a NATO-ba. A nyugat mindig minden számol. Azt mondja, hogy Törökország stratégiai értéke a görögökhöz képest 10-7-hez. Tehát Törökország 50%-kal többet ér, mint Görögország. Ez így igaz, de ezt ritkán mondják így. 2. Hatalomra kerülnek Görögországba az ezredesek. És elhatározzák az Enosiszt egyesülés Cipruson. A görög hadsereg partra száll Cipruson, a törökök kiverik őket, Ciprus ketté szakad. Ez az egyetlen olyan alkalom, hogy a nyugat egyértelműen a törökök mellé áll, mert a görög agressziót nem lehet támogatni. Ő 1967-re ezredesek hatalomra jutása, 74 a bukások. Meg is buknak.
Mit mond a Nyugat, hogy előbb fölveszük Ciprus görög részét az Európai Unióba, fölvették majd a törököt, nem is tárgyalnak vele. Most ugyanezt mondják Moldovánál, Törökország. Hatalomra kerül egy Erdogán nevű ember, rengeteg pró és kontra tulajdonsága, nem megyek bele. Tavaly Törökországban az infláció 80% volt, de a török hadipar világszinten van, a török építőipar világszinten van, a török strandok tömegturizmus, de csodálatosak és viszonylag olcsók. Törökország. Mit mond Törökország? Ő jó kapcsolatokat épít ki a BRICS-szel. Be akar lépni a BRICS-be. Ő a NATO déli zónájának meghatározó NATO tagállama volt. A Szovjetunióval szemben, de ma nincs Szovjetunió. Ma rendkívül komoly szerepet játszik a földközi tenger stratégiájába, a fekete tenger stratégiájába. Ővi a Boszporusz és a Dardanellák. Ő rendkívül érdekes. Utolsó ciklusát éli Erdogán. Soha nem beszélünk róla, rákos, nagyon beteg. Ki jön Erdogán után? Milyen koncepcióval? Régen kiválók voltak a izraeli-török kapcsolatok. Majd különböző okok miatt, többek között egy hajó megtámadása miatt ezek megrazultak. Törökország most népirtással vádolja Izraelt, és nagyon sok tekintetben szembefordul vele. Következő. A térségben 4 középhatalom van, soha nem elemezzük, hogy mi a török, az iraki, az iráni és a szaudi stratégiai cél, hol találkozik ez a 4 állam, és hol kerül szembe egymással. Nagyon röviden, de erről órákat lehet beszélni. És még ugye a könyvben egyébként Gorbacsovtól Putyinig is van egy fejezet, illetve a washingtoni őszről, a posztszovjet térség és az ukrán válságokról, de tehát ezekről most már nem lesz időnk beszélgetni. Viszont akkor, ahogy ígértem, legyen egy kis aktualitás is, ha már említette Volodymyr Zelenszkijnek a győzelmi tervét, akkor erre kérdeznék rá először, aztán pedig majd Izraellel kapcsolatban. Olvasta ezt a tervet? Ha igen, mit szól hozzá? Sajnos. Szörnyű. Tehát elnézést, ha 5 értelmes egyetemistának odaadnák, hogy írjon propagandát Ukrajna mellett, ez egy kiváló propaganda, de ami le van benne írva, az nem politika és nem politikai stratégia. A nyugati vezetők döntő része azt mondja, hogy ez alapján nem lehet tárgyalni. Az oroszok nem merem azt mondani, hogy kiröhögik, megmosolyogják. Mit mond, hogy ő vállalja a harcot, a háború után hajlandó az ukrán hadsereggel az amerikai erőket Európába pótolni, fogalma nincs az Európa politikáról. Tehát hogy képzelni azt, hogy Rammsteinben az amerikai bázist megkapják az ukránok? Szóval agyrém, amit leír, és az ukrán stratégiai nyersanyagokat ne adjuk, hogy a oroszok bányásszak ki, bányásza együtt az USA, Európa és Ukrajna. Magyarul azt mondja, hogy fosszák ki Ukrajnát. Tehát nekem elképesztő az, hogy egy ukrán államfő ilyet lemer írni. Kéri a legmodernebb fegyvereket Oroszország megtámadásához, 600-szor elmondták az amerikaiak, hogy nem engedik, a németek a Taurus rakétát nem engedik át, tehát amit leír, az egy nagyon silány propaganda. Ez nem stratégia. Azt mondta, hogy agyrém, ami nekünk ma agyrémnek tűnik, nem gondolja, hogy akár részben, de még valóságá is válhat. De, tehát a történelem ezt mutatja. Zelenszkij leírhat ilyeneket úgy, hogy egyébként erről mondjuk senkivel sehol nem egyeztetett, és biztos, nyilvánosságra hoztat egy ilyet. Biztos, hogy egyeztetett, hát Ukrajna tele van nyugati elsősorban amerikai és brit tanácsadókkal, ezek a tanácsadók nem tudom milyenek. Az amerikai elnök ettől elhatárolódott. A német vezetés ma reggel láttam elhatárolódott. Tehát erre mindenki azt mondja, a NATO főtitkára Rütte azt mondta, hogy ez egy nagyon jó terv, de a pontokat sokkal jobban finomítani kell, ami azt jelenti, hogy ez egész egy baromság, csak én, mint NATO főtitkár, ezt nem mondhatom így ki. De hát valaki csak elmondja Zelenszkijnek, hogy amit csinál, az propaganda és nem politika. De úgy tűnik, hogy Zelenszkijnek azért nagyon élénk kapcsolata van nyugati vezetőkkel. Hát abból él. Elképzelhetetlen számomra az, hogy ő bemegy otthon a szobájába, megír egy ilyet, és akkor úgy hozza nyilvánosságra. Persze. Hogy ezt előzetesen nem tudták? Persze, nyilván tudták. És nyilván abból indultak, hogy ez egy jó stratégiai vitanyag. Vitázni bármiről lehet. De egy november 5 amerikai elnökválasztás. Heteink vannak hátra. Ki lesz a következő amerikai elnök? Ha Trump, akkor fütyül erre. Ha Kamala Harris, nem tudjuk, mi lesz a stratégiája, mert eddig még nem mondta el. Pont. Van félnivalója Ukrajnának, hogyha Trump lesz az elnök? Félnivalója nincs, csak abban a pillanatban Trump megegyezik Putyinnal, és a oroszokra háborút viszonylag rövid idő alatt be fogja fejezni. A Zelenszkij-féle béketerv attól kezdve megy a szemétbe. Ha ez így történik, akkor Európa milyen helyzetbe kerül? Gyakorlatilag bárki lesz az amerikai elnök, abból indul ki, hogy Amerika az első, Európa ennek alárendelt, a transatlanti kapcsolat fontos, de sokkal fontosabb a távol-kelet. Bárki lesz. Hogy ezt milyen cirádákkal adja elő, arról lehet beszélgetni.
Most itt a győzelmi tervet félretéve lát bármi jelet arra, hogy itt a közeljövőben béke lehet? Akkor, ha Trump győz, igen, mert abban a pillanatban az amerikai támogatás leáll. A Borrell azt mondta, hogy órákat vagy napokat tud Ukrajna meglenni külső támogatás nélkül. Európa nem fogja támogatni Ukrajnát úgy, ha az USA nem támogatja. Tehát egy amerikai nyomás itt a békét eredményezheti, hogy Kamala Harris mit fog tenni, erről fogalmuk nincs. Ugye Trumppal kapcsolatban szintén vannak biztonságpolitikai kérdések, mert már két merénylet, sőt ennél egyébként úgy tűnik, hogy több, csak két olyan merényletről lehet beszélni, ami nyilvános és bizonyított valamilyen szinten, hogy ezt el akarták követni ellene. Ön szerint egyébként Trumpnak akár a mentális állapotára milyen hatással van az, ami történik? Ugye elmúlt olyan idők mögött, vagy olyan idők vannak mögött, amikor börtönbe akarták zárni, sőt ennek a veszélye még mindig nem hárult el teljes mértékben, aztán pedig likvidálni akarják. Ez egy szörnyű nehéz dolog. Ez számomra azt az elméleti kérdést veti föl, hogy érdemes-e ma a világpolitikába belemenni. Én mindig elmondom, hogy kivágják a műsorból. Ha én gazdasági vezető vagyok, annyit keresek, amit akarok, senkit nem érdekel. Ha naponta X szeretőm van, azt mondják, hogy jó az egészségügyi állapotom. Ha én politikus vagyok, és csak egyszer kiderült rólam, hogy megcsaltam a feleségem, hát egy életen át ezzel támadnak. Ha nem derül ki rólam, akkor én egy kiváló politikus vagyok. Tehát egy rendkívül szemforgató világban élek. Trump börtönbe akarják küldeni. Miért? Mert veszélyeztette a demokrata pozíciókat. Milyen az egészségi állapota? Elnézést, 79 éves. Nyilván rengeteg a problémája, amit soha nem fog kimondani, mert egy választási harcban azt mondom, hogy fáj a fejem, abban a percben azt mondják, hogy alkalmatlan elnöknek. Ő ki akarta használni, hogy Biden idősebb és szennél is. Most a Kamala Harris ugyanezt akarja vele szembe kihasználni. Izraelre rátérnék, akkor gyorsan még egy pár percünk van. Van egy ilyen fejezet is, ugye, hogy a Közel-Kelet október 7 előtt és után. Most egy ilyen általános kérdést tennék fel. Hogyan látja Izraelnek a helyzetét október 7 után? És tudom, hogy beszélt már arról egyébként talán itt is, hogy október 7 után közvetlenül egy pár hétig még a szolidaritás működött Izraellel szemben. Azóta viszont a világ közvéleménye inkább Izrael ellenes álláspontot foglal el. Hogyan tud Izrael ebből kijönni, úgyhogy közben az önvédelmi jogát nem adja fel? Ez szörnyű nehéz kérdés, ugyanis ebben a pillanatban, és megint nem leszek népszerű, az alapkérdés az, hogy mi az önvédelem joga. Itt legyilkolnak 1200-1300 ártatlan zsidót, elrabolnak 200 valahányt, szörnyű. De csak a gázai övezetben eddig meghalt 47-48 ezer ember. Ez a 1200-hoz viszonyítva 40-szeres többség. Ennek körülbelül egyharmada gyerek. Én néztem tegnap este, ma reggel a nyugati tévékbe, hogy milyen az egészségi állapot a gázai térségben. Katasztrofális. Európai aggyal fölfoghatatlan. Rengeteg a sebesült, körülbelül 100 ezer fő. Mi volt a Netanyahu-féle stratégia? Egy, a Hamas megsemmisíteni. Én aznap elmondtam, hogy ez lehetetlen, meggyengíteni lehet. A 26-27 ezeres Hamas hadseregből mára maradt körülbelül egy, 10-12 ezer, de van 3 ezer újonc, aki szentül hisz a Hamasba, de még nincs jól kiképezve. A Hamas rakétáinak 90%-a megsemmisült, de 10% még van. A túloldalon ott van a sokkal erősebb Hezbollah. Mi volt a izraeli második Netanyahu-féle cél? A Tuszok kiszabadítása. Lehetetlen. Ahogy közelednek a Tuszokhoz, az izraeliek, a hamaszosok legyilkolják őket. Na most tetszik, vagy nem tetszik, ez egy szörnyű, embertelen háború, aláhúzom mindkét részről. Izrael katonailag brilliáns, hírszerzésileg brilliáns, és én elmondtam önnél is, hogy Izrael 1948 óta minden háborúját megnyerte, és minden békéjét elvesztette. Ugyanígy tartok most, az 57 muzulmán ország egyhangulag elítél Izrael. A jordán egyiptomi szaudi vezetés és néhány kis ország a perzsa arab öböl térségébe szeretne jó kapcsolatokat Izraellel a háború után. Nem lehet látni, hol van a háború vége. Ki a felelős azért, ami történik? Ki a felelős azért, azokért az embereknek a haláláért, akik a gázai övezetben meghaltak? Ha az ember felszínesen nézi, azt mondja, nyilván Izrael, izraeli fegyverek által. De azért Izrael körül, akár ha Libanonról beszélünk, akár ha Gázáról beszélünk egyébként, olyan állapotok uralkodtak, amelyeket akár ENSZ békefenntartóknak az égisze alatt tudtak ilyen dolgok történni. Tehát itt ki a felelősség? Ki az, aki elvárja azt, hogy Izrael tűrje mindazt, ami ott történik? A válaszom az, hogy a felelősség mindenki.
Az ENSZ soha nem volt a világ meghatározó politikai-katonai tényezője, ma se az. Tessék megnézni Libanonban az ENSZ erőket lövi Izrael. Tessék megnézni az ENSZ hogyan reagál. Az egyik képviselő azt mondta, hogy kivonjuk az erőinket, a másik azt mondta, hogy ott maradunk. Én mondok valamit, ami nem tudom, hogy szimpatikus lesz-e. Ebben a térségben törekedni kéne a békére. Ezt a békét csak az USA tudja elérni. Úgy tudja elérni, hogy azt mondja, hogy holnap reggel 8-tól ezek a játékszabályok. Aki nem ezt csinálja, szétverem. Ez Biden alatt elképzelhetetlen. Itt az igazságos békénél az igazságos szót nem tudom értelmezni. Kellene egy megoldás a palesztin kérdésre. Ettől már Netanyahu elzárkózik. Az arab világ gyűlöli Izraelt. Az arab vezetők egy része ki akar egyezni vele. Hát Jordániában ön jobban tudja, mint én, a lakosság kétharmada már palesztin. A Jordán királyt bármikor el lehet zavarni. Szörnyű nehéz ez, Szíria. Bocsánatot kérek, azt kéne felsorolni, hogy ki nincs bent Szíriába. Ott vannak az amerikaiak, a törökök, az oroszok, az irániak, és még lehetne felsorolni rengeteg erőt. Tehát elképesztő a szíriai katasztrófa Libanon. A központi kormány gyakorlatilag nem létezik. Libanonban egy sok évtizeddel ezelőtt döntés van, az államfő keresztény, a miniszterelnök szunnita, a parlament elnöke síta, de hát már teljesen mások lettek a népcsoportok közti viszonyok. Hadsereg. Hát a hadsereg Libanonban gyakorlatilag nem létezik. A Hezbollah alkotja a katonai erőt, amelyik egy síta szervezet. Én néztem a Libanonból jövő közvetítéseket. Mindenki már más módon vallása és pártállása szerint. Tehát a válaszom az a felelősség közös, Izraelnek is törekedni kéne a békére. Netanyahu nyilván hisz a katonai győzelembe, amit el tud érni, de ettől nem lesz politikai megoldás. Amerikát említette, de hát sokak szerint éppen az Obama-féle amerikai politika az, amely a Közel-Keletet ebbe a helyzetbe juttatta, akár azzal, hogy Iránnal szemben túl úgymond puha kezű volt, nem volt elég kemény, és hát azt látjuk, hogy Irán ezeket a proxikat milyen professzionális szinten fel tudta építeni. A válaszom az, hogy igen, csak Obama nem Izrael tekintette, hanem az amerikai érdekeket. És Izraelbe Obamát Husseinnek hívták. Mert az izraeli vezetés számára Obama elfogadhatatlan volt, de Obama 8 évig az Egyesült Államok elnöke volt. Irán persze, hogy képíti a saját proxy rendszerét. Ennek rengeteg eleme van, mindig hármat emelünk ki, de ennél sokkal több van. Mi kiemeljük a síta Hezbollahot, a szunita Hamaszt és a Huszi mozgalmat. Tehát a Huszi mozgalom évtizedek óta harcol Szaúd-Arábia ellen. Ma reggeli hír volt, hogy megint rakétacsapás ment a Huszikra, meghal X-Huszi. Kétszer annyi áll a helyére. Tehát ezek nem megoldások. Boldogan mondjuk azt, hogy egy rakéta oda csapott, és három ember meghalt. Senkit nem érdekel. Nem a megoldás felé megyünk. Nekem ez a problémám. Amerikai elnökök. Ma az amerikai elnök Biden olyan döntést hozott, képletesen, hiszen Blinken és Austin írt alá, hogy 30 napot kap Izrael, hogy oldja meg a gázai problémát, az élelmiszert, a vizet, a gyógyszert, mert különben fegyverszállításokat korlátozzák. De ezt már az az amerikai vezetés hozta, amelyik mindenbe együttműködött Izraellel. Tehát látszik, hogy Izrael a nyugaton belül is elszigetelődik, csak ezt nem vallja be. És várják a választásokat. Ha Trump jön, a Trumpnak egy teljesen más jellegű politikája lesz. Ő annak idején behozta az Abraham szerződéseket, Abraham megállapodásokat. Kérdés az, hogy most mit talál ki, de hát egyelőre a választási harc közepén vagyunk, és november 5 a választás. Utolsó kérdés, igen. Említette, hogy Kamala Harris nem szeretné folytatni a Biden-féle politikát, lehet, hogy az Obama-féle politikát fogja folytatni? A válasz az, hogy erre nincs válasz. Egy második ember soha nem első ember. Ha ő első ember lesz, akkor új politikát folytat. Én csak kérdezni tudok, tessék mondani, ki lesz a külügyminisztere, ki lesz a védelmi minisztere, ki lesz a nemzetbiztonsági főtanácsadó, és mi lesz a külpolitikai stratégiája. Amíg ez nincs kidolgozva, addig lehetetlen megmondani. Obama egy más korban volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Ha Kamala Harris nyer, ez megint egy más kor lesz. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a vendégem. Köszönöm szépen.